A közelmúltban sokan foglalkoztak az orosz Sberbank ügyfeleinek jövőjével. Mint ismeretes, a majd 65 ezer magyar ügyféllel is rendelkező pénzintézet a háborús szankciók miatt csődöt jelentett. A Sberbank problémái nem belülről fakadtak, gyakorlatilag a háború nyomán a orosz anya bankra, az orosz Sberbankra kivetett szankciók jártak utána azzal, hogy a nemzetközi pénzvilág elfordult az orosz banktól, elfordult annak a ausztriai leányvállalatától, a Sberbank Europe AG-től, és utána gyakorlatilag ez befagyasztotta a bankközi kereskedési lehetőségeit a további lánybankoknak, így a Magyarországi Lánybanknak is, ráadásul a Magyarországi Lánybanknak a bizony fizetésképtelen vált osztrák anyabanknál egy nagy betétje is volt, és innentől tulajdonképpen nem lehetett megmenteni a magyar bankot, a végelszámolás lehetett az út. Az MNB az utolsó pillanatig vevőt keresett a magyar Sberbankra, de a hazai pénzintézetek közül senki nem vette meg, ezért került sor a végelszámolásra. Ám miután a Sberbank is az országos betétbiztosítási alap tagja volt, ezért 100 ezer euróig kártalanítják az ügyfeleket. Információink szerint legfeljebb 1000 olyan ügyfél volt, aki ennél nagyobb összeget tartott a Sberbankban. Aki a betétbiztosító limitje fölött volt, neki is lesz megtérülés, hiszen egy végelszámolási eljárás indult el, és a végelszámolási eljárás keretében a felosztható vagyont fogják különböző kifizetési osztályokba a betéteseknek, illetve egyéb követeléssel élőknek teljesíteni. Részletes tájékoztatót lehet olvasni mindenről a Magyar Nemzeti Bank honlapján, illetve az Országos Betétbiztosító és a végelszámoló PSFN Kft. Honlapján is, hiszen nagyon sokféle élethelyzet van még. Van, aki hitelt vett föl, hogyan fizetheti vissza a hitelét, ezt kérdezi, van, akinek széf betétje van ott, az ahhoz hogyan jut hozzá, van, aki a utolsó munkabérét kérdezi, vagy a nyugdíját, ami már nem ment el márciusba oda, hiszen az államkincstár nem fizette oda. Ezeket az egyedi élethelyzeteket és az erre való válaszokat meg lehet találni az mnb.hu, az oba.hu és a psfn.hu honlapokon. A fogyasztóvédelmi szabályok a betétbiztosítási kifizetésekre is vonatkoznak. Ez azt jelenti, hogy 10 munkanapon belül rendezni kell a tartozásokat. Ez azt jelenti, hogy március 18-án mindenki vagy már megkapta a pénzét, vagy pedig megkapta azt az értesítést, hogy melyik bankfiókba mehet be, és adott esetben veheti ott ki a pénzét, vagy nyithat bankszámlát, vagy utaltathatja onnan tovább, ugyanis háromféle kifizetés lesz. Akinek már most van bankszámlája kérheti oda, akinek nincs, ezeknél a kijelölt bankfiókokban tudja elintézni az ügyét, akár a pénzkivételt, akár továbbutalást, ha nyit bankszámlát, és a harmadik a kis összegű követeléssel élőknek pedig a postás fogja meghozni ezt az összeget. Binder István elmondta, hogy az obán túli kártérítési folyamat ennél jóval hosszabb lesz, hiszen a végelszámolónak összesítenie kell a vagyont, a felszámolás alatt befolyt összegeket, valamint az anyabankból is befolyó pénzeket, és a folyamat végén rendelkezésre álló összeget osztja fel a károsultak között.